Lerakták a Kossuth tér rekonstrukció alapkövét, az idő kapszulát a látogató központ és mélygarázs alaplemezébe. A felszín alatt mintegy 20 méterre helyezték el. A program vezetője szerint bár az árvíz okozott némi csúszást, de ezt sikerült majd behozni, így a tér elkészülhet a jövő március 14-i határidőig. Készülnek a szobrok is, az Andrássy Lovasz szobor megalkotására kiírt pályázat nyertese már megvan. A szobor az eredetileg becsült nettó 300 millió forint helyett nettó 440 millió forintba kerül majd. Csak nem 20 méteres mélység a Kossuth téren, már nyoma sincs annak a rengeteg víznek, amit a Duna áradása miatt kellett a leendő mélygarázs és látogató központ munkagördébe szivattyúzni. Már újra gőzerővel folyik a munka, még arra a kis időre sem állt le, amíg egyebek mellett a napi sajtót is tartalmazó időkapszulát helyeztek el a gödör alján. A kivitelezők szerint a Kossuth téri beruházás a rutinos cégek számára is jelent új kihívásokat. Nagyon komplex a feladat, hiszen azon túl, hogy most ide egy szerkezetet építünk egy parkolóháznak, a térépítésén az elmúlt 100 évben megtalálható közművek és azoknak a maradványai is megtalálhatóak. Ahogy követték a sajtóban, bombákat is találtunk már, katonákat, hadisírokat is találtunk már a területen. Ez különlegesen nehézé teszi a napi előrehaladás programozását. A gödörben már zsalúznak, kezdődik a födén betonozása. A következő hónapokban egymás tetejére épülnek majd a mélygarázs szintjei, legfelülre pedig egy 4 méter vastagságú földrétegbe fákat ültetnek majd. Jelenleg 8 hektáros területen dolgoznak, indul a parlamenti múzeum építése, és már van olyan szobor, amelyet szintén készítenek. Az Andrássy szobor mintázása zajlik, ott a szobrászok ki vannak választva. A Tisza szobor esetében hát talán nem fecsegek, hogyha elmondom, hogy minden valószínűség szerint hétfőn kötjük meg a szerződést a pályázaton kiválasztott művésszel, tehát annak a főalaknak a mintázása is zajlik. A mellékalakokkal van némi probléma. Vaxler Tamás azt mondta, az egyik mellékalak megvan, annak pedig, amelyik Esztergomban van, később dőlhet el a sorsa. A vége felé tart a pályázat a horvai féle Kossuth szobor megformálására is. A programvezető szerint, ha a szobrok nem is, de a tér elkészül majd a 2014. március 14-i határidőig.